Arra emlékeztek-e, hogy arról volt, hogy a 60%-ából a MOL részvényeknek készpénzt csinálunk, és azt félretesszük, és a görög házra költhetjük. Akkor ezek a jegyzőkönyvek, amik itt vannak. De egy pillanat, te hol láttatok olyan jegyzőkönyvet, hogy Gazpromot, OTP-t, Vatábot, lehet vásárolni? Hát de azt írtátok... Akkor miért mentitek föl az a egybeszéd. Ez van ideírva a testület megbízása alapján, az érvényes szerződés értelmében a Concord Értékpapír Zrt. Az alábbi részvényeket vásárolta. Hol van ilyen érvényes szerződés, amiről ti beszélsz? És ide van három határozat alapján. De hol láttatok ti ilyen szerződést? De itt az van benne, hogy az van benne, hogy Értékpapír Zrt., amely a jegyzőkönyv megbízatása szerint a testület megbízása alapján érvényes szerződés. Hol van ez a szerződés? Nem fejeztem be. Három határozat. De mindent benyomjátok le a torkukba, gyerekek. Így van. Itt van az 59 és a 60. Ide van írva, hogy a 60%-át készpénzé tesszük. Így van? És az értékesítőt a 40%-a, a 60-at itt van. Kezeljék a felmaradott részét. Így van? És a 40% az MOL részvényben van. A görög kultúrházra létrehozása, itt a görög számára létrehozása, lehet fordítani. Erről nem volt szó. A határozat nem mondja meg, hogy mibe tegyük a 60%-ot. A pénzügyi ellenőrző bizottság a határozatot kapott. De megint, a határozatot, hogy Concord részvényben. Senki nem mondta, hogy...